A szokásosnál egy kicsit egzotikusabb forrásról számolhatok be most ebben a videóban. Egy ö, szoftverfejlesztéshez semmit nem konyitó, de lelkes játék fogyasztó, van szó, aki egy nap elhatározta, hogy már pedig ő szoftverfejlesztés fog tanulni, és a játékot fog fejleszteni. És nulláról Három év alatt elérte azt, tapasztalat minden nélkül, nyilván kezdeti tapasztalat nélkül, hogy a játéka itt a Steamnek a fő oldalára került. Ugye a Steam az egyik, hanem a legnagyobb ilyen játék kiszolgáló platform, ahol tudod a saját játékaidat megvásárolni ott van egy lista, ezeket ilyen könyvtárba tudod tenni, és tudod telepíteni a, játékot, a megfelelő játékprogramokat a számítógépedre. Erről szól a Steam, és itt van a, ennek a ma már szoftverfejlesztőnek, sikeres szoftverfejlesztőnek a játéka. Hogy csinálta ezt? És ő -e az egyedüli, akinek ez sikerülhet? Tehetjük fel a kérdést. Én megválaszolom ezt, hogy nem ő az egyedüli, akinek ez sikerült. Nagyon sok mindenkinek sikerült, mert az In, az individualból jött indie, vagy indie játékok, vagy indie játékok, nem tudom pontosan ezt a kiejtést, ezt én sem értem teljesen, indie, ilyen, e Ezek a játékok azért népszerűek, mert a népszerű játékstúdiók, amelyeket ugye ismerünk a napjainkban, elmentek abba az irányba, hogy hogyan, tudnak, hogyan tudják a tartalmukat minél jobban monetizálni. És olyan gamification, az, az játékosítási sémákat használnak, amelyek már ilyen futószalagon gyártják a különböző fogyasztható tartalmakat, és úgy láncolnak hozzá egy adott játékhoz, hogy ezeket a tartalmakat megfelelő játékkal vagy megfelelő tevékenységekkel meg tudod szerezni, és ez a megfelelő tevékenység például támogatja azt, hogy a játékos mód élvezhető legyen a többi játékosnak is, és ez. Ez kifejezetten arra megy, itt arra megy ki a játék, hogy előbb-utóbb arra tereljen téged, hogy akár vásárló legyél, akár értéket adj ebben a játékok szisztémába. És ebből egyre több játékosnak van elege. Mert mindig azt mondják, hogy ott volt a játékfejlesztésnek a hőskora, és mindenkinek az a hőskora, ahol először találkozott ilyen jobb játékokkal, nekem ez a hőskora 90-es évek eleje. Másnak a hőskor a háromdimenziós játékok megjelenése a 90-es évek második felében konzolon, ugye a Playstation, meg a Sega Saturn, meg a társai. Úgyhogy ez, ez megint másnak a hőskor, ugye a 2000-es évek például ez a, ezek a v a korszak, a Nintendo Wii korszak. Tehát különböző embereknek más jelent a hőskor. De ugye az, emléke, az emlékek megszépítik a valóságot nagyon gyakran. És az emberek nagyon szeretnek emlékezni, hogy milyen volt a múltban. Milyen jó lenne egy újabb Falloutot kipróbálni, milyen jó lenne egy újabb, újabb Heroes of Might and Magic-et. Hiába a harmadik rész volt a legjobb mindenkinek szinte, de ettől függetlenül, ha megjelenik egy újabb program, amely ugye ennek a népszerűségére hajaz, akkor elképzelhető, hogy megvásárolják az emberek. Főleg, ha azóta a játékfejlesztés egyéb vívmányait Beleteszik abba az adott programba, és esetleg élvezhetőbb lesz a felület, mint a 90-es évek végén vagy a 2000-es évek elején. Erre megy ki általában a játék, lehet egy új story mód, lehet egy-két újabb jellemző, amelyek jobbá teszik az adott, az adott játékprogramot, és egy új néven ki lehet ezt az egészet adni, és lehet értékesíteni akár Steam-en. Nagyon keveseknek sikerül egyébként ezt a, ezt a megoldást így monetizálni, mert Sokan úgy állnak hozzá, hogy nagyobb a füstje, mint a lángja. Tehát van ez az, ez az álmodozó típus, hogy már pedig nekem lesz a legjobb játékprogramom a világon, én ezt meg fogom tanulni, meg fogom érteni, meg fogom csinálni, és akkor elkezdi a megfelelő lépéseket, meg is teszi a tanulás érdekében, aztán egyszer csak feladja. Talál magának valami kifogást, és átmegy a következő ilyen, úgymond shiny, mar ez a shiny object syndrome, vagy shiny marble syndrome, azaz a ilyen szép, szépen világító kavics szindróma, hogy mindig oda kell menni, ahol éppen a trend van. Csak mire kitanulnád ezt a trendi dolgot, addigra jön a következő trend, és elkezded azt tanulni. Ezzel szokott lenni a probléma. És ha valaki ezt nem csinálja, és tud fókuszált munkavégzéssel dolgozni, amelyet tanulunk egyébként a karrierváltó mentorprogram tanulásmódszertan mini tanfolyamában, amelyet önmagában is meg tudsz vásárolni a tanulásmódszertan programban. Megtanulod, hogy hogyan tudsz tanulni. Úgyhogy mind a fókuszált módot, mind a diffúz módot használd az agyadban. Tehát amikor valamit nagyon erőltetni kell, hogy menjen tovább, és akkor sem megy, akármit csinálsz, nem megy, akkor egy kicsit távolságot kell tartani, el kell menni szünetre, egy, és akkor összead a gondolataidat, miközben nem is gondolsz rá, mert az agyunk ilyen, és előbb-utóbb meg lesz a megoldás. Ugye? De aki ezt mind nem tudja, és csak erőlteti, egy idő után kiég és ott hagyja. Ezért, nem, ezért nincs annyi játék, mint amennyi lehetne ilyen módszerekben. És itt látod, hogy itt van egy Kóp RPG, ugye role-playing game. És uh, itt van egy másik játék, és uh, október 2022, 2022. októberében pedig ezt a Mage Monsters-t uh, sikerült, uh, sikerült uh, ugye ennek a fejlesztőnek lefejlesztenie, és uh, itt pedig uh, mutatja a képen, hogy na ez felkerül Steamre. Nekem van egy tapasztalatom abban, hogy uh, egyszer interjúztattam valakit uh, itt Németországban, és mutatta az App Store-ban a mobil alkalmazását. Hogy ez fent van, és igen, ez bizony pénzt is keres. És így ilyen 500, 500 eurót, 1000 eurót megkeres havonta például. Ez egy kifejezetten jó dolog. Nem egy olyan ismerősöm van egyébként, akik ezt megcsinálták, akár mobi mobil alkalmazásokkal, akár játékprogramokkal, akár más témával. Oké, okay? Tehát ezt meg lehet csinálni. És nem annyira nehéz megcsinálni. Van erre egy videó is, hogy uh, valaki, aki nem ismerte a játékfejlesztést, Alex Beckernek hívják. Um, game Programming, nem tudom, hogy két hét alatt, vagy négy hét alatt. Nézzük 2 Weeks például. Ha ezt megnézzük, nem készültem fel a keresésre. Ha Alex, Alex Becker made Doom in two Weeks, with No Dev no dev experience. Semmi fejlesztői tapasztalata nem volt, és a Doom játékhoz hasonló játékprogramot két hét alatt sikeresen leprogramozott. Tehát ez egy kifejezetten érdekes dolog, és itt ez most a reakció videó, tehát nem az eredeti videó volt. Nézzünk belő belőle egy kis videószeletet. Sajnos úgy néz ki, hogy Sajnos úgy néz ki, hogy az eredeti videóból nem nagyon tett bele részleteket. Nem nagyon tett bele részleteket, de itt lehet, hogy megvan a leírásban. Sajnos nincs meg a leírásban. Oké, okay, akkor megyünk tovább. És uh, itt ez a how I Remade Doom in two Weeks, without knowing how to code. Ez, ez maga a videó. Nyilván vagy tudsz angolul, vagy ha nem tudsz angolul, akkor ide mész a fogaskerekekre, ide mész a a feliratokra, kiválasztod az angol automatikusan létrehozottat, utána még egyszer az a feliratokra, automatikus fordítás, és itt megkeresed a magyart. Így tudod magyarul megnézni, hogy mit mondott, ha véletlenül nem tudsz angolul. És ez volt maga a játék. Nyilván grafikailag lehetne jobb úgy, hogy ráhúz bizonyos textúrákat például, de ezt két hét alatt megírni úgy, hogy azt se tudja, hogy hogy kell programozni elvileg, az nem semmi. Oké? Okay. És uh, nyilván neki van egy úgy hívják, hogy work ethic, tehát ilyen munka etikája, hogy viszonylag sokat tud dolgozni, jól terhelhető, hogy egy adott sprintben valamit létrehozza. De ez egy ilyen kis fejtágítás arra nézve, hogy nézd meg, egy ilyen játékprogramot létrehozni, a semmiből, hogy itt lövöldözik, meg ugye eltalálja az ellenfelet, vannak ilyen robbanások, stb. Ezt meg lehet csinálni, igenis meg lehet csinálni, és nyilván itt nem csak arról van szó, hogy kódot írt, mert nem, nem egyedül írta meg a teljes kódot úgy, hogy semmiből létrehozta ez az egész játék motor hanem itt volt egy játékmotor, amely ugye rendelkezéssel állt, és ebben a játékmotorban nyilván változtatásokat kellett írni, és ezt kellett gyakorlatilag megtanulnia, de a programozásnak az alapjait el kellett szintén sajátítani az adott programnyelvben, és, és ez lett a végeredmény, még főellenség is volt. Oké, okay. és itt látod ezt a, ezt a logót itt. Na mi ez a logó vajon? nézzük a Unity-nek a logóját. Hát igen, ez a logó. Micsoda véletlen. Tehát a Unity játékmotort motort használta, és két hét alatt megírta ezt a programot, úgy nagyjából. Kifejezetten tudom javasolni, hogy így sprintszerűen tanulj új dolgokat, és nincs lehetetlen. Ha mindezt a webfejlesztésre szeretnéd használni, akkor ott van a programozáskarrier.hu oldalunk, nem a Teachable oldal, hanem a programozáskarrier.hu oldal. Itt a Karrierváltó mentorprogramban egy teljes éven át tanulhatod a webfejlesztést akár, a frontend fejlesztés és a backend fejlesztés ágát is. Tehát HTML, CSS, Flexbox Grid, Git, GitHub, Bootstrap, WordPress tanulásmódszertan, JavaScript, React, Node.js, Python, Django, még ki is hagytam dolgokat. Egy kis webdesign fejlesztői szempontból hogy jól nézzenek ki, úgy, ahogy ugye az oldalaid nélkül, hogy te designer lennél, karriertervezés, önéletrajz, LinkedIn profil, szabadúszópálya, workshopok minden héten, ugye, vagy workshop, vagy feladatmegoldó megoldó alkalom, vagy egy mintaprojektnek a megbeszélése, konzultációk, chat közösség, ahol, válasz, ahol válaszadunk a kérdéseidre, és ugye át is nézhetjük akár a projektmunkáidat. Úgyhogy rengeteg, rengeteg extra támogatásban részesülsz, ez egy teljes támogatói rendszer arra, hogy beindítsd a webfejlesztői karrieredet, szoftverfejlesztői karrieredet, amely ráadásul chat GPT biztos, mesterséges intelligencia biztos is, mert használhatunk mesterséges intelligenciát, de nem váltja ki a munkánkat. Ezt külön fontos hangsúlyozni, mert szinte heti rendszerességgel kapjuk ezeket a kérdéseket, hogy jaj, most lejárt a programozás, most már mesterséges intelligencia fog helyettünk programozni. Nem, továbbra sem. Hogy miért, nézd meg az utóbbi hónapokban, hetekben, legalább kettő-három videót adtunk ki megfelelő címmel, hogy mi meg is talált. Okay? Tehát ez egy egyéves időszak, senki nem tiltja meg, hogy akár az első két hónapban elhelyezkedj, vagy elkezdj interjúzni. Sőt, még hozhatod is az interjú feladataidat, hogy levonjuk a tanulságokat, és akkor, ha véletlenül nem sikerülnek az első interjúk, már pedig nem mindenkinek sikerül nyilván, akkor legalább tudsz tanulni, hogy legközelebb hogyan sikerüljön. Volt egy ilyen videónk is, hogy miért nem sikerült valakinek az interjúja, ezt a két részes videóban adtuk két YouTube-on, hogy mit lehetett volna másképp csinálni. Ezt is meg tudjuk beszélni a mentor mentorprogramon belül mint ahogy sok minden mást is. Én nagyon tudom javasolni, és azt is tudom javasolni, hogy a játékfejlesztés, oké, okay, egy hobbi, nehezebb elhelyezkedni játékfejlesztőként, mint frontend fejlesztőként. Ez az egyik. A másik, rosszabban bánnak veled játékfejlesztőként, mint munkaerővel, mert viszonylag nagy a nyomás, és maga a játék az viszonylag olcsó ma már egy játékprogram, oké? Okay? Tehát az, ha neked van egy saját projekted, és ezt kiadod és marketingezed, az nyilván jobban megéri, de játékfejlesztőként elhelyezkedni nem az az álom munkahely, mint amire sokan gondolnak, ugye akkor, amikor még nem tudnak programozni. A webfejlesztés az lehet álom munkahely. Nem mindenhol az, nyilván, de nekem például nagyon-nagyon jó helyen volt. Szinte mindenhol. Úgyhogy ez egy lehetőség, jelentős igény van rá, és a webfejlesztésből át is lehet menni más irányokba is. Erre is volt példa, van, aki design thinking coach lett, ugye a szoftverfejlesztés után, van, aki a UX irányába ment el, van, aki pedig uh, átment DevOps mérnöknek, ugye, aki a fejlesztők, fejlesztői infrastruktúráért felelt, hogy például hogyan tudunk élesbe állítani egy szoftvert, és ez milyen, milyen, lépéseken megy keresztül, hogyan teszteli automatikusan a kódot a rendszer, stb. Tehát ez egy ilyen infrastruktúra management, management irány is lehet. Általában a másik irányban szoktunk ugye szoftverfejlesztővé válni, hogy először UX-esek vagyunk, vagy valahogy projektmenedzserek, projektvezetők, vagy termékmenedzserek, és akkor onnan megtanuljuk a kódolást, de mindkét irány elképzelhető. Tehát én már láttam mindenre példát, és a webfejlesztőből lehet alkalmazásfejlesztő, az alkalmazásfejlesztőből lehet blockchain fejlesztő, a blockchain fejlesztő és még akár még játékprogramok fejlesztésére is van igény a mai napig, sőt, egyre nagyobb lesz ez a piac, Alex Becker is ezt mondja egyébként, ő pont ezzel foglalkozik a napjainkban, úgyhogy lehet látni, hogy rengeteg lehetőség van rengeteg lehetőséggel rendelkezésre a szófejfejlesztés tanulásában. Ebben mit tudunk segíteni, amennyiben velünk tartasz, akkor itt a programozáskarrier.hu per karrierváltó oldalon találod meg Az össz, szinte az összes korábban feltett kérdést, ugye itt megválaszoltuk szintén, és ha még további kérdéseid vannak, akkor az űrlapunkon ezeket még fel is tudod tenni, info, kapcsolat, és akkor itt uh, kitöltöd ezt az űrlapot, vagy írsz nekünk e-mailt ide az infoprogramozáskarrier.hu címre. Oké. Okay. Akkor ennyi volt a játékprogramírás két hét alatt videó. Nincs benne semmi ördöngőség, meg lehet csinálni. Eltökéltség kell hozzá. Ennyi gyakorlatilag. És el kell hinni, hogy meg tudod csinálni. Aztán utána nyilván... Rengeteg, rengeteg energiát kell beletenni. Csak hogy elképzelhető, hogy ez a többségnek nem járható út, és nyilván akkor egy, például egy ilyen támogatási rendszerben, mint például a karrierváltó mentorprogram, itt el tudsz, tudsz követni egy már kitaposott utat, és ez a kitaposott út egy olyan munkalehetőséggel. Zárul, konkrétan nem mi adjuk a munkalehetőséget, hanem a piac adja a munkalehetőséget, hogy olyan állásokat tudsz megpályázni vele, amelyekre van igény a napjainkban, és a jövőben is lesz igény. Vagy szabadúszó pályára is mehetsz, ahol nyilván kevésbé nézik a tapasztalatot, jobban nézik a portfólió projekteket például, vagy amit be tudsz mutatni azon az adott platformon. Tehát lehetőségek vannak. Javaslom a jelentkezést, amennyiben szeretnél velünk együttműködni, és összefoglalóként a legfontosabb, hogy hinni kell magunkban, hogy meg tudjuk csinálni, de ez nem elég, utána cselekedni is kell. És a folyamatos cselekvés hozza meg az eredményt.